Az idei év egyik érdekes kertépítészeti megbízása egy borászatból érkezett hozzánk. Egy nagyon modern borászati épületeket felvonultató borászat, ami 2010-ben az Árdéli Világépítészet Ipari Nívódíjat nyerte el ezzel az épület együttessel, és ennek a környezetét tervezhettük meg. Ez egy nagyon letisztult, modern építmény, és a környezetébe a kerülő növények is ezt tükrözik, úgyhogy ez elég monokrómra sikerült, úgyhogy többségében levendulák vannak, amik egyébként itt a badacsonyi domboldalban igen jól mutatnak, és sikerült egy olyan fajtát telepítenünk, hogy most ugyan december van, de még láthatóan elég sok virág van rajta, és jártam itt néhány héttel ezelőtt, naposabb időben, és még rengeteg pillangó, meg poszmék duruzsolt itt körülött, a levendulák körül. Ebben a monokrom levendulásba néhány ilyen mediterrán hangulatú örökzöld került, például ezek a toszkán ciprusok, vagy örökzöld lomblevelüként a korallberkenyék, és arra följebb pedig egy szép példánya a örökzöld liliomfának. Úgyhogy azt majd fölmegyünk, meg is nézzük, mert nagyon mutatós ilyenkor a termése. Ahonnan most kijöttem, az maga a vendégfogadó tér, a borkóstolások és az eladások történnek itt, és egyébként a körülötte levő tér az is egy ilyen nagyon modern, letisztult stílusban készült el, és itt a helyi bazalt, vagy a közeli bazaltbányából származó kockák, ezek a bazalt kockákból készült a burkolat, és a függőleges burkolatból is rá is került ebből a bazaltból. És akkor hát, amit még így kiemelnék, hogy van egy komoly vendégparkolója elektromos autó töltővel és hangulatos bejárati résszel. És a tulajdonos az ezekre a design elemekre nagyon odafigyelt, és hát az is a célja, hogy Közép-Európában az ilyen legmodernebb, legdizájnosabb ilyen borászatot működtesse. Egy nagyon régi ilyen szőlés szokás, hogy a szőlősoroknak az elejére rózsát ültetnek, mit szintén az ilyen monokrómnak a jegyébe egy Fer nevű talajtakaró rózsát választottunk, ami nagyon hosszan virágzik, és nem lesz túl nagy. A magának a borászatnak a jellegéhez ugye illik ez, hogy itt egy gondozott támrendszeres szőlő legyen, és akkor ugye a sorok elejére itt látható, hogy ebből a Fer rózsából készültek a sor elejé beültetések. És akkor hát még talán ez is egy kicsit így az igényességhez tartozik, hogy a bejáró út mellett ugye egy szépen gondozott gyepes vezet föl a maga a borászati épülethez. Ami egyébként sokkal látványosabb, amikor jó az idő, és mondjuk nyáron, amikor itt vagy késő tavasszal, kora ősszel, amikor látogatják többen ezt a műintézetet. És akkor volt annyira igényes, hogy még ide is ugye növényeket engedett ültetni, ami egyébként nagyon szépen földobja szerintem ezt a bazalt falat. Kék szakállok vannak, amikor kora ősszel ezek virágoznak. Tehát így ezeknek a növényeknek a virágzását is úgy próbáltuk összehozni, hogy amikor a szőlőszüret, a szőlővel való foglalkozás, vagy a nyár vége, amikor jobban látogatják itt ezt a borászatot, a nyílt napjaik, vagy az üzletet, vagy ahhoz, akkor legyenek mutatósak. Most fölérkezünk majd ide a dolgozói parkolóhoz, ami most más funkciót kapott, éppen a borászatnak a üvegei lettek ide ledepúzva,
de egyébként ugye sokkal mutatósabb lenne itt a környezet, hogyha ezek nem lennének itt. És magát a parkolót, parkoló lett körbeültetve egy ilyen színes, mozgalmas cserjesávval, ami egy kicsit tompítja majd később a mögötte parkoló autóknak a látványát. Illetve ide kerültek így árnyékolási funkcióval fák, lombos fák, amik majd később itt ugye a déli meg a nyugati napot egy kicsit tompítják. És akkor itt is a sorok végén ugye ezeket a hagyomány követő megoldásként rózsák vannak telepítve. Egyik ilyen mediterrán kedvencem ez az örökzöld liliomfa, aminek ilyen 20-25 centis fehér virágai vannak, és nyáron hozza ezeket a virágokat, úgyhogy ez is egy különlegessége. Ilyen lombosan tele lát, talán egy kicsit hasonlít a fikusznak a leveléhez, amit ugye szobanövényként ismerünk. És akkor itt a kezembe pedig egy termését tartom, tehát hogy a virágzás után ilyen érdekes narancs színű magjai vannak. Hát, nekem ezek engem a gyerekkoromban ismert ilyen polyvitaplex gyógyszernek a színéhez hasonlíthatnám. Onnan emlékszek erre, úgyhogy ez is még ilyenkor is így mutatós a növény. Nyáron telepített, talán július körül lett befejezve ez a munka, itt már akkora készültek el itt az építési munkálatok körülötte, és azt lehet látni, hogy elég monóba csak levendula van itt. Ezt úgy értük el, hogyha itt megnézzük, hogy van egy fakéreg borítás, de a fakéreg borítás alatt van egy speciális szövet, amit ezt a teflongyártó cég gyártja, ez nagy hajszálvékony üvegszálas szövet, ami a nedvességet átengedi, viszont a hajtás csúcsokat, meg a gyökér csúcsokat nem engedi át, tehát a gyommag nem tud áthatolni, nem lesz kapcsolata a talajjal. De ennek a fedésére van használva itt ez a fenyőkéreg, ami ugye nehezebben a magas gyantatartalma miatt nehezebben komposztálódik be, és ezt lehet vele elérni, hogy ez itt korábban egy nagyon gyorsan gyomosodó, és nagyon sok munkát adott itt a helyi kertészeknek, hogy ezt gyommentesen tartsák, és most így látszik, hogy talán, ahol ugye a növényeknek a tövei vannak, ott tud előjönni, itt lehet néhány ilyen gyomot látni, hogy fűféle van, meg a szulák, ugye, ami még a növények tövénél előtört, de gyakorlatilag ezekkel kell csak foglalkozni, és nagyon érdekes, hogyha most így a gyökerét nézzük, hogy annyira szétterült, és nem tudott áthatolni a mellette lévő ezen a vékony üvegszálas szöveten, a plantexnek a felszínén. Úgyhogy ez egy jól működő, ilyen sok fenntartási munkától kíméri meg a tulajdonosokat, amiket egyébként így a magánkertekben is most már elterjedten használunk. Tyúkurt hoznám fel példának, ez a Stellaria Media, hogy megemelem, és gyakorlatilag nem tudott legyökeresedni, az ágyásnak a szélébe tudott, csak ahol vége van ennek a plantex szövetnek, ott tudott gyökeret engedni, de gyakorlatilag nem tudott a többi felületen. Úgyhogy ez egy igen hasznos ilyen felhasználó barát anyag, ezért, hogy kevesebbet kell egy ilyen felületen nyomlászni, gyomtalanítással foglalkozni.